Ben lehet, ha már nem 50-es. Nézzük a szakállakat is. Neki lehet, hogy berakok egy szakállat. Ja, a szakáll neki kell. Szóval szépen levág a hajomból és felbassza nekem a szakállat. Amerikában már csak így nyomják, legalábbis San Andreasban, Los Santosban. Köszönöm szépen, hölgyem. Köszönöm szépen, hölgyem. Aztán lehet, hogy hazamegyek ruhát nézni magamnak. A szélvédő meg totál hiányzik. Ez aztán a biztonsági üveg, azok nem így szoktak törni. No, ott van egy kis folt a képernyőnkön. Zavar engem, szóval áthajtunk rajta. És utána szerintem valóban hazamegyek, megnézzük, hogy milyen ruhák vannak, mert ez a rövid gatya, ez nem túl előnyös, hogyha engem kérdeztek. Bocsásson meg, uram. Rosszkor volt el rossz helyen. Ez aztán a jó kifogás. Ennyi erővel bármikor elüthetnének bárkit. Rosszkor volt rossz helyen, biztos úr. Később rajzolódó textúrák és elemek. Scum of the Earth. Kösz szépen, haver. Na most, hogy ez a része fel van fedezve a térképünknek. Nem foltos. Itt tudok teniszezni például. Tenisszel tudom növelni az erőmet. És Tylernek itt van még egy mellékküldetésem. Ebben az esetben menjünk haza, otthon tudok teniszezni. Vezessünk haza szépen. A stop tabnál meg kéne állni, de én nem álltam meg, mert egy badass vagyok, meg mert egy bűnöző is ráadásom. Gyorsan be is értem az ablakot, hát ha lövöldöznöm kell, ugye, mert a gangsterek ezt csinálják, lövöldöznek a kocsijukban. Lehet, a legtöbb gangster ezt csinálja. Mikrofont kicsit megigazítottam, hogyha borzalmas hangja van, akkor elnézést. Ez a paci szoborot nagyon swag. És szerintem az összes barbershopnál ugyanolyan hajak vannak, szóval inkább meg se... Ajaj! Szóval inkább meg se nézem. Bassza meg! Ugye tényleg vissza lehet borítani a kocsikat. Ez ilyen butaságok. Én is fennakadt a kocsi a picsába. Rockstar... Egyszerre jó is, meg nem is, hogy vissza lehet borítani az autókat, mert... Régen jó volt, mikor a nő csak úgy felborult. Régen tök vicces volt, hogy baszki, elbasztam ezzel a dolgot, hogy felborítottam a kocsit. Picsába! Most meg, ó, felborítottam a kocsit. Kit érdekel? Visszaborítom, amikor akarom. Ez a kocsi jó. És a gazdag környéken vagyunk. Tessék kiszállni, hölgyem. A kocsi az enyém. Hallgatnak rám az emberek. Király, ez a kocsi még jobb? Igazából ugyanaz, és a piros kocsik azok gyorsabbak. Na, beállítok egy új járgánnyal. This is Michael's safe house. You can save vehicles by parking them in the garage. Oké, és az menni fog. Értek hozzá. Vissza tudom rehúzni a tetőt? Éppen nyomva tartom ezt a gombot, miért nem húzza vissza? Oké, most már csinálja. Talán még jobban is néz ki. Na, ezt parkoljuk be szépen, most már az enyém. Most már az enyém a kicsike. Na, lássuk csak. Oké, nem a pisztolyra kéne hazamennem, nem igaz? Na, hello, kis családom. Miért a pulton állsz? Szállj már le onnan, asszony. Most komolyan, miféle dolog ez? Te hogy fogod azt a tányért? Megzavartam valamit? Jó, neked közben visz ki... Hogy? Oké, itt fura dolgok történik. Én inkább innen megyek. Szerintem... Mi? Most... Van valami az arcomon, vagy mi? Miért viselkedik ilyen furán a családom? Kislány, nézzünk együtt tévét akkor. Miért is ne... Ugye nem fogod megindítani a tévét. Tudok dohányozni, szívjunk el egy cigarettát. Pontosabban egy szivart, mert ugye bár én ilyen gazdag ember vagyok. A gazdag ember nem cigizik, ő szivarozik. Roppantul fura, hogy mindenki csak így áll és furán állnak a dolgok a kezeikben. Ez totál hátborzongató. Oké, Michael, eleget dohányoztál már, most már felkelhetnénk végre, nem gondolod? Mit találtál a szádban? Oké, tényleg nagyon izgalmas nézni, ahogy a csávó elszív, vagy azért... Azt mondja, tovább tudod majd szívni. Na, helyes. Tévét nem nézhetek, mert amiatt viszont copyrightol a Rockstar. Azt ők is leírták, hogy nem a tévét
meg a Red Dead Redemptionből például a néma filmeket, azokat nem szabad feltölteni YouTube-ra. Azok törléssel járnak. Na, egy GTA, ahol rendesen veszem a lépcső... Fogjuk rövid rendben. Mégis csak már... Mindig minden második lépcsőfokot vettem. Már legalább megvan valamennyire animálva, hogy veszik a lépcsőfokokat. A kislányom szobájában hátra találok valami érdekes dolgot. Aki a laptopján. Aki a szobája nekem nem tetszik. De jó drága a saját köntöse van. A fiam. Éppen nem kockul, mi a franc, akkor hol van ez a gyermek? Nekem is kell egy ekkora tévé a szobámban. Nekem én is ekkora tévé a szobámban. Na, akkor netezzünk, miért is nem? Nem lehet megnézni az előzményeket, vagy valami? Jaj, az kurva jó lenne. Na, akkor random. Ez most kajak a középső ujjal kattintre? Az menő. Ahogy erre muszáj rá kattintanom. Aha. Na már, ezt meg akarom nézni. Most komolyan, mi a franc? Ja, akkor vásároljunk valamit. Nekem kellenek ezek. Nekem ezek kellenek? Akkor basszátok meg. Mire kéne rákeresni? Rendben. Menjünk fel YouTube-ra. Oké, jót. Be.com. Hol az enter? Ott az enter, oké. Nem létezik az az oldal. Oké, szóval... Los Santos egy elbaszott hely, ott még csak YouTube sincsen. Erre lehet menni. Tudok videójátékozni? Mondd, hogy tudok videójátékozni. Ja, ott is tudok internetezni. Hát én faszért interneteznék ott. Itt egy fürdő, a tükörképünk nem rossz. Melyik a mi szobánk? Ez itt a mi szobánk? Nincs is akkor a lakásunk. Nagyobb, azt hittem nagyobb lakása van Michaelnek. Kiről készült ez a csodálatos portré? Képek... Itt tudok alukálni, gondolom. Én először inkább a ruhánkat csekkolnám, nem? Rendben, outfitek. Ez a rövid gatya, lehet, hogy... Végül is ez nem olyan vészes. Szújítok. Bár ez a csáv ilyen úriembernek tűnik. Várjátok, hogy így... Ilyen mafiózó gangster. Full suit. Szerintem én ezt a ruhát fogom, hogy bármennyire kibaszottul meleg lehet itt Los Santosban, akkor is ebben a ruhában fogok menni, mert ehhez a csávóhoz illik a dolog. Na, save game. Öltönyben lefeküdni, aludni. Ez az én pizsoma öltönyöm, az a... Így értem, hogy átokkalban volt talán? Nem vagyok benne biztos. Várjunk csak. Nekem erre kell most mentenem. Oké. Látjátok is, hogy éppen milyen időpontban játszok. A mentés mellé ki van írva a dátum is, meg az időpont is. Hogy hány óra van per pillanat. Na. Rendben. Amúgy totál szója zavarod, hogy hol van a kijárat. Nem emlékszem, hogy hol... Ja, itt van. Befisztem. És itt tudok távozni az ablakon, ahol betört? Nem, hirtelme. Ó, nyitva van még, Franco. Ebben az esetben... Zsír, azt hittem, hogy ez fájni fog. És mivel ki vagyok költözve pont teniszhez, teniszezzünk egyetlen, mi csinálsz itt? Persze, cigarettaszünet! Még csak az kéne... Na, play tenisz. Lehet, hogy át fogunk költözni a teniszhez, fogalmam sincs. Valóban átöltözünk. Ez a feleségem? Baby, hogyha megmersz engem verni teniszben, akkor itt nagyon nagy bajok lesznek. Aha, a baloldali joystickkal célzok. Mert azzal célhozom be a lövéseimet. És az A-val jöttök vissza, vagy mi? Top spin. Amúgy nem vágom azt a kifejezéseket, szóval... Fogalmam sincs. Aha. Oké, ez... Nehéz lesz. Ez nehéz lesz. Legyen most csak egy szetszes. Mondom egy. És akkor start, gamer. God, I wish that was code for something.
Aha. Szóval a házasságunk éppen tönkremenőben van? Ja, én szerválok. Ebben az esetben. Ez kicsit nagy lesz. Nem tudom, hogy mivel mit csinálok. Ki van írva a jobb alsó sarokban, hogy mivel mit csinálok? Mindegy, akkor szerválok még egyet. Új, né, igen. Backspin, most backspin. Yeah! Ó, szent kibaszott szar! Kiverem belőle a szart is. Ribanc, Amanda, neked lőttek, baby. Csak készülj fel. Új. Yeah! Ugyan! Ó, jaj! Point van. Túlütötted mekkora egy balfaz, azért nem szabad itt erőszakoskodni. Asszony. Na. Úgy, né. Hát csak. Miért hagytad magad? És miért hagyta magát? Totál hagyta magát. Jó van, Ribanc. Milyen jó veled játszani ezt a kibaszott játékot. Ja, még nem, még nincsen vége. Akkor majd mindjárt vége lesz. Egyet se fej. Úgy, né. Wow. Most verszem meg az asszonyt. Side change. Oké, szóval még oldalt is váltunk. De most ő szervel. Úgy, né, nem is olyan vészes ez a izé. Teniszedés. Ne! Hál' Istennek megmentette a labdámat. Oké, szóval az az oldal a szerencsés oldal, így már mindent értek. What the fuck? Tényleg az az oldal a szerencsés oldal. Rivanc. Nem hagyhatom, hogy megint megverjen. Na gyerünk! Fogalmam sincs, hogy mikor kell melyik gombot nyomni, szóval csak úgy random nyomkodom. Jó van, Amanda, egy igazi szuka vagy. Akkor tényleg ez a szerencsés oldal. Na gyerünk, mutasd, mit tudsz, Ribi. Úgy, ne. Most az Y-nal. Na, ez nagyon izgalmas. Yeah, point one. Ezt figyeld, baby. Ah. Ezt én fogom elnyerni, nehogy azt hidd. Pedig még egy edződ is van, aki biztos csak Kurz, nem edzel egyáltalán. Ribanc. Ha! Bizonyán. Do your worst, inkább azt csinál. Ahogy a Skyrim-ben is szokták mondani, meg sok más helyen. Vagy show me your worst, vagy ott mit szoktak mondani. Picsá! Ne, game lost! Vagy most mi? Oké, szóval egy-egy. Ó, jaj, én félek. Itt még bajok lehetnek. Wow. Ja, ezt én kaptam ok is. Nem tudom miért. Annyira nem értek a teniszhez igazából. De szerintem a szukának mindjárt lőttek. És bosszúból biztos félre fog kúrni megint, szóval... Lehet, hogy hagynom kellene magamat. Na. Na gyerünk, Ribanc! Persze! Thank you, coach! Biztos sokat tanított neked. Én is jót érzek ezzel kapcsolatban. Jót érzek. Hacsap! Oké, ez nagyon nagy balfasság volt tőlem. Nem hagyhatom, hogy a Ribanc megverjen engem. Nem, egyszerűen nem hagyhatom. Na, lehet, hogy nem itthon kéne ízjelem, teniszeznem. Point van, oké, ez az enyém volt. Akkor még egy labda, és akkor én nyerek, vagy még kettő labda, és akkor én nyerek. Annyira nem vágom, ott a labda a pálya közepén, most már hirtelen a kezemben van. Zsír. Zsír. Ha! Mi is az a vetődés? Beláttam a szoknyád alá?
Ez lesz még egy labda.